Nagy hírünk van a mai alkalomra, ugyanis megváltozik a műsorunk címe, de nem a mai napon, hanem majd május 22-től. A következő műsorunk már nem digitális talk show címmel megy adásba, hanem kimondjuk, posztmodern címmel. Ez lesz a műsor új címe. De azért a digitális talk show-t használhatjuk, csak nem mint műsor címet. Mint ahogy ezt használtuk is? Tuk is. Bizony. Valamikor, és ki mondta mindig a műsorok elején? Hát a netnyelvész Bódi Zoltán. Digitális talk show mindenkinek. Itt a netidők. Így van, ez volt a csillag, lábjegyzet Petőfi Rádió valamikor nagyon régen. Így volt. Így volt pontosan. Viszont a jövő most már az, hogy május 22-től posztmodem lesz a műsor címe, és ezzel a címmel lehet bennünket majd megtalálni. Van már weboldalunk, postmodern.hu, meg szabad már most is nézni. Van blogunk, postmodern.blog.hu, ahol na kinek lehet az első posztját olvasni? A netnyelvésznek. Posztapostról. Posztapostról, posztapostmodern címről. Illetve most meg tudjuk mutatni már is a posztmodern új szignálját, legalábbis az egyiket, hogy hogyan fog megszólalni, ugyanúgy Cinege Levente hangján, ahogy eddig is, a digitális talk show szignálja, illetve közben majd a hallgatóink, nézőink láthatják majd az új logónkat is. Nézzük! Látható rádió, chat és digitális világ. Ez a posztmodern. Így van, tehát más nem is változik itt a műsor környékén egyelőre a címünkön kívül, ahogyan a szignálban is elhangzott, látható rádió műsorként működünk a továbbiakban is, tehát a YouTube live-on lehet nézni a műsort. Lehet csetelni, itt van előttem ez a kis számítógép, amin majd követjük a csetelést, hogyha megérkezik betyár. És minden egyes szolgáltatásunk ugyanúgy működik, tehát a blog, podcast szolgáltatás, Facebook, illetve a YouTube oldalunk is a későbbiekben is működik.